1975. május 6-án Bécsben hunyt el a 20. század egyik legfontosabb magyar egyházi vezetője, Mindszenty, eredeti nevén Pem József. Még temetése is politikai ügy lett, a magyar hatóságok megszigorították a vasfüggöny védelmét. Ennek ellenére állítólag egy busznyi hazai turista mégis részt vett a temetésen. A rendszerváltozáskor bekövetkezett újratemetése is politikai kérdéssé vált, azaz még holtában sem hagytak nyugtot a bíborosnak. Mindszenty Józsefet a nyilasok után a kommunisták is elítélték, Rákosi Mátyás személyesen járt el Sztálinnál a letartóztatás kieszközlésére. Így 1949-ben Mindszentyt életfogytiglanra ítélték a köztársasági államrend elleni összeesküvés, kémkedés és valuta üzérkedés vádjával. 1956. október 30-ig tartó raboskodása alatt egészségi állapota megromlott, így 1955-től Püspök Szent Lászlón, majd Felső Petényben tartották házi őrizetben. Az 1956-os forradalom idején, az AVH feloszlatása utáni napokban az őrsége elengedte, de csak pár napot töltött szabadlábon. A szovjetek Budapest elleni támadásakor november 4-én az amerikai nagykövetségre menekült. Ezt a menedék helyet 1971. november 28-ig, azaz 15 évig biztosították számára. Itt a személye biztonságban volt, de teste-lelke számüzetésben. Sorsa egyre inkább a hidegháború függvényévé vált. Az 1960-as években szinte egyszerre ért meg minden érintett félben a Vatikán, a magyar állam és az amerikaiak részéről a megoldás keresésének lehetősége, gondolata. Egy államvédelmi alezredes, egy magyar államvédelmi alezredes szerint nagyon kellemetlen nekünk is, hogy meg az amerikaiaknak is, hogy Mindszenty még mindig ott van a követségen. Ha távozik, nyilván az újságok címoldalára fog kerülni. Aztán majd szépen eltűnik egy római kolostor vastag falai mögött, és a világ egy-kettőre elfelejti. A távozás legfontosabb feltétele a magyar állam részéről az volt, hogy a Vatikán kezeskedjen, Mindszenty ne nyilatkozzék külföldön. 6. Pál pápa erre hajlandónak mutatkozott. Az amerikai követség attól félt, hogy Mindszenty netán ott hal meg, ami ugye újabb nehézségeket okozhatott volna számukra. Mindszenty pedig szerette volna még életében megjelentetni az emlékiratait, amire a követségről nem igazán nyílhatott esélye. A folyamatot végül 6. Pál pápa kezdeményezése indította el 1971 tavaszán, amikor váratlanul előhozta a Mindszenty kérdést a nála járó Péter János magyar külügyminiszternek. Ezután kezdődött meg a Vatikán szándékát elfogadó főpap távozásának előkészítése, amelyet az amerikai elnök egy Mindszentynek írt levéllel támogatott meg. A bíboros elfogadta a feltételeket, nem tesz olyan nyilatkozatot, amely beárnyékolja a Szentszék és a magyar állam kapcsolatait, de ugyanakkor nem kellett lemondania az esztergomi érseki címéről. Ezután Hegyes Halomig szállította megállás nélkül az autó, onnan Bécsbe, majd Rómába távozott. Élete utolsó éveit, tehát 1971-től 1975-ig tartó időszakot az esztergomi érsekséghez tartozó bécsi Pázmeneum épületében töltötte. Fő tevékenysége ekkor a külföldi magyarok meglátogatása, pasztorációs utak voltak, amelyek során minden földrészre eljutott. Például angliai utazásán Winston Churchill unokája szervezett fogadást a tiszteletére az angol parlamentben. Ezeken az utakon beszédeinek fő mondani valója szinte minden alkalommal a hazaszeretet, a magyarsághoz való ragaszkodás és a magyar nyelv megőrzésének hangsúlyozása volt. Nagy siker volt számára, hogy 1974 őszén megjelentek az emlékiratai. Fontos volt neki, hogy elmondhassa saját verzióját. És mivel tiltott műnek számított az emlékiratok, így fokozott varázsa volt. Mindszenty ugyanakkor felrúgta a pápának tett ígéretét, hiszen adott politikai tartalmú nyilatkozatokat, és a pápa kifejezett többedszeri kérésére sem mondott le az esztergomi érseki címről. Elutasította 6. Pál pápa kommunista rezsimekkel együttműködést kereső keleti politikáját is. Így végül azt a megoldást találta a pápa, hogy üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, és ezt a döntést a bíboros az egyházi engedelmesség jegyében elfogadta, mert nem akart egy egyházon belüli belső ellenzék vezetőjévé válni.
Ezzel Mindszenty a prímási címét is elvesztette, ami közjogi szempontból fontos volt a hazai kommunista hatalomnak is. 1975. áprilisában latin-amerikai útjáról betegen tért vissza Bécsbe. Az orvosi vizsgálatok egy andrológiai rutinműtét szükségességét állapították meg. A 83 éves bíboros legyengült szíve azonban nem bírta ki a sebészi beavatkozást, annak ellenére, hogy a műtét jól sikerült. Így végül a bécsi irgalmasrendiek kórházában halt meg, a délelőtti operáció után, 1975. május 6-án, 4:30 tájban. A halál közvetlen oka szívkoszorú érmeszesedés volt. A gyászhír pillanatok alatt bejárta az egész világot, a hivatalos gyászjelentést barátja, Franz König bíboros, bécsi érsek adta ki. A koporsójába édesanyja képe került, akinek hazai sírjáról egy marék földet is hoztak, valamint az emlékiratainak egy kötetét is elhelyezték benne. A ravatal a Szent István dómban lett felállítva Bécsbe, itt még megszólalt a Pumerin, az osztrákok legnagyobb harangja is. A temetésre a bíboros vélkaratának megfelelően a Máriaceli bazilikában került sör König bíboros celebrálása mellett. A hatóságok egyetlen püspököt sem, meg papot sem engedtek ki Magyarországról a temetésre, a vasfüggönyt megerősítették, lezárták, kivételt tettek a bíboros három rokonával. Ám váratlanul mégis megérkezett egy magyar, Ausztriában turistáskodó magyar csoport is a temetésre. Mindszenty újra temetésé, erre 1991. május 4-én került sor, ez jól illeszkedett a rehabilitációja és az újra temetése a rendszerváltás ideológiájához, amely 1956-ból épült fel. Itt a gond az volt, hogy a szovjet csapatok távozása után lehetett volna csak hazahozni a holttestét, és a döntés ellen titkára Mészáros Tibor úgy tiltakozott, hogy odaláncolta magát a sírhoz, és végül csak rendőri erővel tudták őt eltávolítani. Ez azonban egy fontos közéleti esemény volt. Az MDF részéről a párt elnökségének tagja Lezsák Sándor várta a határon a holttestet szállítókat. A televízió élő adásban közvetítette a szentmisét és a temetést, amelyen beszédet mondott Antal József miniszterelnök is. A sír első látogatói között volt II. János Pál pápa 1991. augusztusában, aki amúgy korábban a bíboros Máriaceli sírját is felkereste. Mindszenty mártíromságot vállalt és viselt egyházáért, hitéért és hazájáért. Az egyház fehér vértanújává vált, és áldozattá vált, a történelem áldozatává, abban a politikai küzdelemben, amelyben nem csak valláserkölcsi szempontok, hanem puszta hatalmi érdekek érvényesültek, és akkora terhet vett magára, amit meg nem valósíthatott. Megvalósult a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com